Néme György, a Magyar Madagaszkári Társaság elnöke a vendégünk. Szeretettel köszöntöm itt nálunk. Magyar Madagaszkári Társaság milyen célból is jött létre? Egy kicsit beszélhetünk erről, hogy azért a távoli szigetországhoz mi köze van Magyarországhoz, és hogyan tárták föl ezeket a kapcsolatokat? Egyre többen tudják ma már a világban, hogy ennek a csodálatosan szép országnak egy szigetnek, amely Afrikától nagyon közel helyezkedik el az Indiai óceánon, magyar vonatkozása is van, még pedig Benyuszki Móricz személyében, aki a 18. században járt ott többször is, és az ottani helyiekkel összefogva az ő tevékenységet megszervezve, végzett egy olyan munkát, amelynek a következménye mind a mai napig is tulajdonképpen hat. Tehát magyarul mindenféleképpen kell, hogy hasson az a fajta misszió, amit ő elvégzett, és hát aminek a következménye, az úgy gondolom, hogy és az üzenetei a mai napig is érdemesek arra, hogy beszéljünk róla. Mit is végzett Benyovszky Móriczot Madagaszkáron? Mi mindent vitt végbe? A tevékenységének egy nagyon fontos és kiemelkedő része fűződik ehhez a szigethez, de őről tudni kell, hogy a 18. század egyik legismertebb magyar utazója volt, hajósa volt, katonája volt, és földrajzi leírója is volt, hiszen hát sok-sokan ismerik az életét, 4 kontinenst érintett az ő tevékenysége, 4 kontinensen járt, és nagyon sok helyen akadt a kezen nyomát, lehet így mondani, például kevesen tudják talán azt, hogy Formosa szigeten, ez a mai Tajvan az első földrajzi leíróknak számít, amit ott látott és kaphatott leírta. A Tajvannak mind a mai napig is nagy tiszteletben övezik a magyar Benyovszky Móriczt nevét. De mondhatnánk a Franciaországot is, hiszen a 16. Lajos megbízásával, segítségével ment arra a madagaszkári misszióra, amely a leghosszabb ideig tartott, közel 4 évig, és hát amelynek a végén ugye tulajdonképpen ő a helyi törzseket, az ott élőket, hát szabad így mondani, kivékítette, ezért hát egyfajta vezetőjük, kormányzójukkal, kicsit eltúlozva, királyukkal választották Benyovszky Móriczot. És ott is ugyanígy emlékeznek őre? Hát ezért jött létre ez a társaság, és a kérdésére válaszoljuk az első kérdésére, hogy ezt a nagyszerű életutat és példamutató életutat, ami messze túl nyúl Magyarország egykori és mai határain, ezt ismertessük meg a világgal. Persze mi magyarok is még azt hiszem, hogy van mit tanuljunk az életéből, de hát miután 4 kontinensre terjedt ki az ő tevékenysége, úgy gondolom, hogy nagyon sok helyen érdemes, és nagyon most már látjuk, közel 20 éve dolgozunk ezen, egy civil társaság, hogy is egyre többen vagyunk, hogy megismertessük az ő tevékenységét a magyaroknak. És nem csak itt Magyarországon, hanem határon túl is azon vannak, hogy minél jobban megismerik, hiszen Benyovszky Móricz a mostani Szlovákia területén született, és ha jól tudom, ott is vannak még gondok. Hát igazából, ha mondanám, annyi lehet, ami bizonyos szempontból nem kevés, ugye Verbo, ez az ő szülőhelye, ez a mai Szlovákia területén van, amikor 1741-ben megszületett, hát nyilván akkor még Szlovákiáról hallani sem lehetett, és hát a szlovákok is ápolják az emlékét, ami igazából nincs majd nagyon örülök neki, de azért ezt tudni kell, hogy bizony azt nem szeretjük, hogy amikor az általában felállított emlékoztatókat, sírokat mondjuk átfestik Madagaszkáron a szlovák színre, ezt ennek nem nagyon örülünk, tehát ezt mindig szóvá tesszük, és kérjük, hogy mindenki a saját maga hát értékei alapján emlékezzenek meg Benyovszky Móriczról. Ez nem baj, hogy sokan szeretik, szerintem Lengyelországban például nemzeti hősnek számít, mert részt vett a lengyelországi számolóban, a lengyelek oldalán. És hát sok nép, sokan vannak így, akik nagyon becsülik őt. Én úgy gondolom, hogy meg kell találni ezt a fajta hát, értéket vagy mértéket, hogy ki mi szerint ünnepés emlékezik. Benyovszky Móriczra, ez biztos mi magyaroknak nagyon nemes kötelezettségünk az, hogy emlékezzünk és beszéljünk róla. Erről szól egyébként a Benyovszky Móriczt emlékére alakult Magyar Madagaszkári Társaság. Igen, és milyen véletlen, hát hogy ma is van egy kapcsolódó évforduló hozzá, azt hiszem, hogy ezen a napon született, illetve vasárnap meg Móriczt névnap van, úgyhogy többszörösen is emlékezünk, de 2020 lesz igazán az ő éve. Hogyan készülnek erre az évfordulóra, erre a jubileumra? 2021-ben lesz születésének a 280. évfordulója, és a vállalatnak
235. évfordulója, és hát ez egy fontos dátum. A kormány egyébként 2010-ben a kiemelt nemzeti évforduló sorába emelte Benyeszky Móricz születésének és halálának az évfordulóit, és azóta hát lehetőségünk is módunk van arra, hogy ezt mérkő módon megtegyük, konferenciákat szervezünk, most is készülünk egy nagy nemzetközi konferenciával könyvet adunk ki, és hát a legnagyobb dolog, amit most itt bejelentettek a Bono TV nézőjének, hogy elkészült a Benyeszky muzikál. Az életéről szóló muzikál, Nagy Tibor, Pozsgai Zsolt és Bratán nyilván kitűnő munkáját több éve, ezen 3 éve dolgoztak rajta, teljesen készen van partitúra, nyomtatható állapotban a zeneanyag, demoanyag. A kedves nézők egyébként a filmet, amit láttak az elején a lejátszást, az ennek a műzikának a nyitánya egyébként. És ez egy modern felfogású történelmi műzikál, de rokkós alapú. A Magyar Állami Operaház, a filharmonikusok zenjenek rajta, híres neves rockzenészek közben működnek, és hát az a terv, hogy 2021-ben ezen az évfordulón, pontosan szeptemberben ezen a napon legyen majd a 10 bemutató, amire esély van, hiszen a Fővárosi Operett Színház főigazgatója, a Kisbő Attila úr szándéknyilatkozatot is írt alá ezzel kapcsolatban. És nem csak musicallel, hanem különböző érdekes kiadványokkal is készülnek. Most a kezemben 2 tartok, ez egy DVD-telen, francia nyelven van, ahol szintén Benyovszky Móricz arcképe található. Egyébként nagyon fiatalon, a 40-es évek elején hunyt el, úgyhogy korabeli ábrázolások ezt is azt mutatják, hogy hát bátor, kiállású, erős fizikumú fiatalemberről van szó. És ugyanez a szerző kiadott egy kötetet magyar nyelven is. Ez most a könyv hétre jelent meg, hogyha jól tudom. Mit lehet erről a kettőről tudni, illetve az alkotóról is? Hát ez egy fantasztikus dolog. Egyébként a Benyovszky emlékezők, vagy emlékálkotók ábalok történetében, hogy a franciák, akik köztudott, hogy számukra nem jelent nyilván akkor a értéket Benyovszky, mint mi, végül is 2000-es évek elején, 21. században egy regényt szálltak rá, pontosan Jean-Christophe Raffin úr, aki egyébként a Francia Akadémia tagja és egy kitűnő kortárs író, ő jutott el odáig, gondolom, hogy fel kell dolgozni az életét, és egy fantasztikus regényt írt, aminek a magyar nyelvű változatát tartja a kezében, és hát azért érdekes, mert egyértelmű és határozottan beszél arról, hogy Benyovszky Móricz magyar volt, és hogy Benyovszky Móricznak milyen helye, mi az értéke szerepe a történelemben. Ugyanez egy regény, tehát vannak benne kitalált és írói fantáziát tükröző gondolat, de alapvetően megerősíti azt a fajta, hát Benyovszky tudatot, amire mi magyarok nagyon büszkék vagyunk, és büszkék kell, hogy legyünk. Az a tartás, az a rendkívül humánó, az a rendkívül kíváncsiság, az a rendkívül érdeklődés, amivel ő értelme értét, az lehetővé tette azt, hogy föl lehessen dolgozni, és nem sok mindent tudunk arról, hogy mit tett ő és hogyan volt dolgozott. Már erről szól ez a könyv, egy francia szerzőnek a tollából, erről szól a musical, ami várhatóan mind a 2 évvel bemutatásra kerül, és erről szól nagyon sok minden az előadásaink, erről szólnak a könyveink, amelyeket tervezünk kiadni a következő 2 esztendőben. Érdekes, itt a kötet hátulján található például egy térkép is, szökés hajóval május 12 és szeptember között, ez 1770-es évekből, tehát még ezt is megörökíti, hogy hogyan szögdösik ott az őt üldözők előtt. Egy valóban regényes élete Benyovszky, hát nem véletlenül az első két magyarul igazából, aki hitelesen ezt eldolgozta, nem volt más, mint Jókai Imre. A nagy írófejedelem, Magyarország egyik, hanem a legnagyobb írója, szerintem 4 kötetet szentelt Benyovszky Móricznak. Kevesen véletlen, talán kevesen tudják, az irodalom szeretők, ismerők számára az azért nem teljesen ismeretlen. A Mixtát írta meg egyébként, tehát onnan tudjuk, hogy a Benyovszky szülei, bocsánat, Jókai Imre szülei nagy Benyovszky rajongók voltak, és amikor megszületett a kisfiú, a kisok, akkor Benyovszky neve alapján, tehát ő emlékezve lett Jókai Imre. Érdekes módon, és a kis Jókai, amikor még úgy gondolta a tehetsége bontakozott gyerekkorában, 8-10 éves korában, nem akkor elhatározta, hogyha nagy író lesz, akkor ő megérezte a történetet, és tulajdonképpen az a 4 kötet, amit ő Benyovszkyre szám, úgy gondolom, hogy nagyon sokat jelent nekünk, mai magyaroknak is, a mai élőknek is, hogy kapjunk egy nagyon érdekes és átvonó képet erről az igen érdekes és nagyon értékes személyiségről, hogy úgy hívtak, hogy Benyovszky Móricz.
és névrokona Jókai Mór is így ír róla, hogy rendkívüli testi erő, életszívóság párosult nála ritka szellemi adományokkal, emlékezettel és ítélő tehetséggel, rettenthetetlen bátorság, hidegvér a legnagyobb veszély idejében, gyors leleményesség és kimeríthetetlen szívjóság, önfeláldozás, testvérek hitves és jó pajtások irányában voltak jellemének alapvonásai. Tehát így 300 évre visszamenőleg egy ilyen pontos leírással, egy ilyen világutazót nem biztos, hogy Madagaszkára képzel el az ember. Tehát itthon is lett volna dolga, mégis elment. Volt egyébként dolga, itt is ténykedett ő, hát hiszen katona ember volt, és az ország magyar érdekeket is szolgálta hossz ideig, annyira, hogy egyébként Mária Terézia ezért a tevékenységeiért és a nemzetközi munkájáért grófi címet adományozott neki. És hát a gróf Benyuszki Móricz azóta, és hát ezt a család fenntartja, vannak, tehát természetesen a társaságon próbálta megtalálni azokat a legközelebbi gyökereket, amelyek a Lakos Benyuszkihoz köthetők, úgyhogy az egyik ilyen kötetlen ágazi Budapesten él, Benyuszki Móricz néven, a másik pedig az Egyesült Államokban Paul Benyuszki, tehát a Paul Benyuszki családja a legközelebb hozzá tartjuk a kapcsolatot, sőt az Egyesületünk tiszteletbe elnöke a Budapesten élő Benyuszki Móricz. Érdekes, hogy talán még az, hogy mostanában belekerült a nemzetközi híradások közé is a Benyuszki Móricz és Madagaszkár, hiszen közismert, hogy a Szent Atya szeptemberben Afrikába látogatott többek között Madagaszkára is, az volt a kiinduló pontja, és ennek kapcsán megkeresett bennünket a Vatikáni Rádió, és hát kérte, hogy mit tudunk erről a kapcsolatról, és nagy örömmel egyrészt nyilván elmondtuk, másrészt konstatáltak a helyzetet, remélhetően a Szent Atyához is eljutott az üzenet, hogy hát annak idején a 18. században egy vállalkozó, nagyszerű magyar ember tulajdonképpen, hát nem is hittérítő volt, hiszen nem ez volt a dolga, de az ottani népeknek a kibékítésében, törzseknek a kibékítésében nagy szerepet játszott, mint egy 18 törzs van mind a mai napig egy Madagaszkárban, akik nincsenek és másrészt meg hát ott olyan intézkedéseket hozott, ami korábban nem nagyon volt jellemző erre a területre, a szegényeket, a fogyatékosokat, ott mondjuk az volt a rendszeres szokás, hogy kivégezték ezt a kettőt, megszintette, egészségtelepet hozott létre, tehát igyekezett egy olyan fajta nyugati, európai civilizációt vinni Madagaszkára, amely addig ismeretlen volt. Egyébként ez egy máig szóló üzenet, tehát azt, hogy Benyuszki Móricz is úgy gondolta, persze nyilván a 18. századi körülmények között, hogy segíteni kell az elesett, a rászoruló embereket, a népeket, nemzeteket, de ott, ahol élnek. Mert az anyanyelvük, a kötődésük az igazából oda szólítja őket, és ott van nekik igazából a teendőjük, és nem máshol, tehát nem szabad ezt. És egy picit itt kötődik nyilván a mai nagy nemzetközi társadalmi vitákhoz és mozgásokhoz, mozgalmakhoz, az, hogy ő 18. században ezt felfedezte, és nem csak, hogy felfedezte, hanem így is érte meg, hogy ott segítsünk azoknak, akik erre szüksége van, ahol élnek, ahol laknak. És a társaság is ezért munkálkodik, ahogy említették, itthoni számtalan program és kiadvány közeljövőben is napvilágot fog látni meg, mert ugye itt vannak a bizonyítékok is, de oda is terveznek expedíciókat, járnak Madagaszkára, és hogyan tudják ott fenntartani az ő emlékét? Rendszeresen járunk Madagaszkára, tehát a csapatból, a társaságból egy évben egyszer, kétszer mindenféleképpen megjelenünk. Egyrészt ugye az ottani iskolákkal, egyházi szervezetekkel tartjuk a kapcsolatot, néhány emlékoszlopot, emlékszobrot is állítottunk már ott ezen a területen ki, hogy ismerjék meg a madagaszkáriak is, hogy őértük mennyi mindent tett egy magyar ember. Egyébként őértük halt meg 1786-ban, tehát ezt is kevesen tudják. Egyre szélesebb körül ez az ismeret, Benyuszki Móricz volt a szigeten is, és úgy gondolom, hogy végül is ennek a társaságnak is valamennyiüknek az a nemes feladat, a kötelezettsége, hogy ezt a hírt, ezt vigyük tovább, építsük, ápoljuk ezt a kapcsolatot sok mindennel, személyes módon, tudomány, a kultúra területen, akár egy musical-el, amelyik ugye a fiatalokhoz fogja közelhozni ezt az egész kérdéskört, és nem csak ott, hanem máshol is, tehát Franciaországban épp úgy, mint Tajvanon, Formosa szigetén, vagy akár
Amerikában, mert hiszen köztudott, hogy ott is jártam, és akárki, Benjamin Franklin és George Washington, hát tartott igen jó kapcsolatban, és hát az amerikai magyarok egyébként ezt nagyon számon tartják, és úgy gondolják, hogy már jelezték, hogy ha elkészül a musical, akkor elsők között az Amerikában élő, New Jersey-ben van a legjobb amerikai magyar központ, ott mutassák meg mindenféleképpen ezt a musicalt, mert szeretnének emlékezni. Akkor is, abban az alkalomból is Benőszkét Móvicra. Annyi mindent tudunk most már róla. Hogy gondolják, azért még mindig vannak hiányzó szegmensek az ő életéből? És ha igen, akkor hogyan lehet még ezekre rátalálni? Mi az, ami még úgy kiaknázatlan területnek számít? Tehát ez az ember 47 év alatt két vagy három életet élti meg, ugye, hogy nézzük, hogy merre járt és milyen tevékenységeket végzett. Ez egy fantasztikus életmű. Tehát ennek a feldolgozása még várat magára. Úgy gondolom, hogy még a mai kor korszerű eszközelése rendkívül igényes, időigényes munka, de van. Tehát a levéltárakban, akár az orosz levéltárakban, akár a lengyel levéltárakban, a francia levéltárakban, a londoni levéltárban, a British Library levéltárban, de az amerikaiban, tehát rengeteg anyagban kutatni lehet továbbra is az ő tevékenységét. Miért ösztönözzük is egyébként az embereket, a kutatókat is, hogy nézzék meg, tehát legyenek olyan magyar emberek, akik esetleg PhD-t írnak, vagy kutatómunkat végeznek. Az Egyesült Államokban például a kinti magyar egyházi szervezetekkel egy mozgalmat indítunk, aminek az a lényeg, hogy a fiatalok, a gyerekek is, vagy egy nyomulvasó mozgalom keretében kerüljenek hozzá, közelebb Benőszkét Móvichoz. Legyen kutatási téma ott. Ezek az anyagok már megvannak, tehát ezek nem fognak eltűnni, az biztos. Ami új információ lehet, az a Madagaszkáron lehet érdekes, például az ő halálának a körülménye is egyáltalán rekonstruálni az ő ottani néhány éves tevékenységét. Lehet mondani egyébként, hogy egy korabeli vértanú volt, vagy meggyőződésért ölték meg, vagy eltűnt? Hogyan lehet tisztázni? A legenda szerint, és hát a leírások szerint egy francia hajóból kilőttek egy golyót, éppen figyelmeztetésképpen is eltalálták a Benőszkét Móvichot, aki a helyekkel, a beszülöttekkel ott a parton szerveződött. Valahol ott van a sírja Madagaszkáron, és mi nem mentünk abba bele, és nem is nagyon támogatjuk azt, hogy a sírját kezdjük el kutatgatni. Voltak, akik ilyen típus kutatásokat végeztek Magyarországon mással kapcsolatban. Nem is ez az érdekes, én úgy gondolom. Tehát fontos lenne persze, hogyha megtalálnánk a sírját. A szlovákok komoly erővel kutatják, szerintünk erre esély igazából nagyon csekély. Az viszont, hogy az emlékét megőrizik ott is, ahol annak ide mérvén tevékéket, az egész szigeten, Madagaszkáron. Vagy ezeken a helyeken többek között Magyarországon, Franciaországon, Lengyelországban, és hát sokféle megy át, az úgy gondolom, hogy ez az a bizonyos nemes kötelezettségünk, hogy erről tudjanak az emberek. Tehát a történet nagyon érdekes, tehát rendkívül kalandos, tehát a vonzó egy mai ember számára, de emögött sokkal több van. Tehát emögött van egy olyan fajta hit, van egy olyan fajta életút, ami úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes gondolatot, üzenetet hordoz a 21. század emberének. Mi az az életének az a főszelete, amit kiemelne, hogy mi most rakjuk el szépen megfontolni így a 21. században is? Hát én úgy gondolom, hogy a világ megismerésének az igénye, tehát az, hogy rendkívül egy nagyon egyszerű szóval mondva kíváncsi ember volt, tehát nagyon sok minden érdekelt. Az egész élete arról szólt, hogy embereket, tájakat, népeket, eseményeket, történéseket megismerni, személyesen megtapasztalni. Ez azért nagyon nagy dolog a 18. században, amikor közlekedési eszközök azért a maiakhoz képest eléggé korlátozottak. A másik pedig ez a fajta humánum, amiről már szó esett, ahol ő úgy segített az embereket, az emberi közösségeket összekötni, amely úgy gondolom mindmáig példa, és a harmadik pedig, és talán a legfontosabb az, hogy nagyon sok olyan ember él, és olyan közösség él ma a világon, akik segítségre szorulnak. Életüket, életmódjukat illetően, társadalmi státuszokat illetően, hiszen az egyházaknak is az egyik kiemelt feladata az, hogy segítsünk el eseteket. Viszont nem érdekel, hogy hogyan segítjük. Tehát ez a fajta segítség mindenféleképpen azt kell, hogy üzenje nekünk, hogy egyrészt ott segítsük, ahol érnek, ahol laknak, a szülőföldjükben, az anyanyelvük közlekében. Úgy gondolom, hogy talán ez az egyik legfontosabb üzenet, és úgy, hogy őket bevonva. Tehát a civilizáció, a gyarmatosítás is igazából, aminek igen komoly jelentős eredményei voltak, hiszen a elmaradott szegényebb országokban
mégis eljuttottak azok a ipari forradalmi kulturális értékek, amelyek ugye már a fejlettebb földrészeken dolgok, ez nagyon fontos. De mindezt úgy, hogy ővelük együtt, tehát őket bevonva, nem kirekesztve és nem megalázva. Tehát ez egy nagyon fontos üzenet 21. században, amikor valami mozog. Tehát érezzük azt, hogy a földrészek, az emberek, a különböző földrészekről emberek egyszerűen a technikai, technológiai lehetőségek folytán is, vagy segítségével is, és szeretnék kitörni. Szeretnének jobban élni, persze ez mindig így volt. De ahhoz, hogy segíthessük az embereket, hogy akik nincsenek a helyzetben, hogy itt valóban jobban élhessenek, nos, ez egy nagyon fontos feladat, nagyon fontos misszió, egyházi misszió is, de úgy gondolom, hogy alapvető emberi misszió. Ehhez nyújt példát egyébként Benyőszki Módis tevékenysége, és úgy gondolom, hogy akik ezt átgondolják, azután érték és talán tesznek is. És a pápa útja ezért volt nagyon érdekes és izgalmas, hiszen erre a területre irányította a figyelmet, többek között Madagaszkára, Mauritius, tehát jártok néhány országban, Mozambikon, de a fő terület a kiindulóban Madagaszkárból, ők nagyon-nagyon szükség van a segítségre. Nagyon sok, nagyon szegény ország, nagyon sok, az emberek többsége úgy él, mi jártunk ott többször is, hogy a máról holnapra, tehát mit teszek holnap, tehát ez a perspektíva. Mégis boldogok és kiegyensúlyozott emberek, de a segítségre, a civilizált világ segítségre nagyon nagy szükség van. Na, ez is Benyőszki üzenete és példája, hogy erre figyeljük oda. Hát remélem, hogy így lesz. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk és ezt megosztotta. Még egy utolsó kérdés, hogyha valaki szeretne közelebb kerülni Benyőszki Móriczhoz, vagy esetleg a Magyar-Madagaszkári Társaság tevékenységébe is bekapcsolódna, akkor hol érdemes elindulni az úton? Szinte naponta jönnek érdeklődők és hát ajánlkozók, akik, hogy mit tehetnek hozzá. Van, aki azért, mert hogy szeretne Madagaszkára menni és megnézni, hogy hát mi van ott Benyőszkiról, egyébként 8 utca is ellene ért Madagaszkára, csak jelzem. Budapesten egy, ahol ugye mi dolgozunk a 8. kerületben, egyetlen Benyőszki Móricz utcában. A honlapunk az nagyon egyszerű, benyuszki.hu. Tehát ilyen egyszerű a honlap, és sok információ van, vagy akár meglátogat bennünket a 8. kerületben, Benyőszki Móricz utcában, Kicsike utca, észre fogja venni azt, hogy hol van a Benyőszki emlékház. Amúgy egyébként az emlékoszlop, amelyet mi hát most már közel 20 éve vittünk először Madagaszkárra, ez egy stilizáció volt, tehát nem, ez nem portré, hanem ez egy madarat ábrázol, mint egy utalra kifejezve azt, hogy Benyőszki számára a kontinensek, az szóval nézett, mint egy madár, most úgy repült itt a kontinensek között, hajóval persze, és az a fajta szabadság igény, a szabadság vágy, talán az is hasonlítható ehhez az állathoz, szóval ez egy madarat ábrázol, ennek az másolatát vittük ki Madagaszkára, és már ott található, Maroha-Szentrában, ez egy picike kis falu, ahol ő annak idején élt és dolgozott, és hát az eredeti épeg itt van Budapesten, a fővárosi állatkertben. Van egy csodálatos Madagaszkár ház, nagyon szép, ajánlom a kedves nézők figyelmébe, egy Kóstárói házban van egyébként, általában ez egy házban, bemutatja Madagaszkár állat és növény világát, és a bejáratnál ott van a mi szobunk eredetiben, tehát az, aminek a másolata Madagaszkáron található, és egy Benyőszki emlékszobról van szó. Akkor meglátjuk, ott találkozunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen a figyelmet.